Mégis kivonulhat a Wagner Zsoldos csoport Bakhmutból, amennyiben továbbra sem kapják meg a Moszkvától követelt lőszer utánpótlást. Az orosz katonai vezetés megüzente, hogy hazaárulásnak tekintenék a harctér elhagyását. Donetsk megyében is folytatódtak az összecsapások. Kedden a francia AFP hírügynökség egyik újságírója is életét vesztette a front közelében. Moszkvában a szokásos tűzi játékkal ért véget a második világháború lezárásának emléket állító győzelem napi ünneplés. Az orosz fővárosban emberek tömegei figyelték, ahogy többek között az orosz zászlót is felfestik az égboltra. Mindeközben Donetsk megyében nem a tűzi játékok durranása, hanem a tarackok lövései törték meg a csendet. A Bakhmuttól másfél órányi távolságra fekvő Avdivka városának közelében aknavetős orosz egységeket lőnek az ukrán katonák a tavaly Csehországtól kapott fegyverekkel. A frontvonalban nagyon aktív az ellenség, tüzérségi egységként 3-4 lövedéket lövünk királyuk, és válaszulők azonnal tüzet nyitnak, mondta egy ukrán katona. A Reuters brit hírügynökség munkatársai a helyszínen közelről tapasztalhatták meg, hogy milyen egy éles harci helyzet, de ezúttal senki nem sérült meg. Nem volt a szerencséje a francia AFP hírügynökség egyik újságírójának. Armand Solden egy rakétasorozatvetővel végrehajtott támadásban vesztette életét Ked délután Bachmut közelében. Újságírók egy csoportja éppen ukrán katonákkal tartott, amikor rakéta csapás érte őket, de a többiek nem sérültek meg. Eközben a brit külügyminiszter Washingtonba látogatott, ahol amerikai kollégájával Anthony Blinkennel közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, Nagy-Britannia elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. Természetesen továbbra is pénzügyi és katonai segítséget fogunk nyújtani. Szándékunkban áll megadni az ukránoknak azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy sikeresen megvédjék magukat az inváziótól, fogalmazott James Cleverly az ukrán elnök keddesti beszédében megerősítette, hogy az Egyesült Államok újabb 1,2 milliárd dolláros katonai segélycsomagot folyósít Ukrajnának. Tüzérségi fegyvereket, a terroristák rakétái és drónjai elleni védelem eszközeit és egyéb a védelmünk megerősítésére szolgáló dolgokat tartalmaz a csomag. Köszönetet mondok Joe Biden elnöknek, a kongresszusnak és minden amerikai családnak a megingathatatlan támogatásukért, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Az orosz Wagner zsoldos csoport vezetője bejelentette, továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy kivonulnak a harctérről, ha nem kapnak megfelelő fegyver utánpótlást. Tegnap érkezett egy parancs, amely egyértelműen kimondta, hogy ha elhagyjuk a pozíciónkat Bakhmutban, azaz anyaország elleni hazaárulásnak minősül. Ha nincs muníció, akkor elhagyjuk a pozíciónkat, és feltesszük a kérdést, ki árult el a hazáját. Mondta Jevgenyi Prigozsin, aki szerint becsapták őket, amikor a korábban ígért lőszernek mindössze a 10%-át kapták meg.